Két dologról fogunk ma beszélni, terrorista Póka László. Az egyik az, hogy itt vagyunk a Cinege utcában több mint 2 hete. A végét úgy ünnepeltük meg, hogy a 2 hét lejárta előtt engem egy kicsit bevittek. Majd megpróbáltak megszorongatni egy koholt váddal, de nem adjuk fel. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki kiállt mellettünk, aki hívta a családunkat. Köszönöm, akik vártak, akik szervezték a kiszabadításomat. Óriási, és nagyon örülök ennek. Köszöntöm Fricit is. Óriási, amit ő is csinált, Fodor Sanyit is, és a többieket. Ami fontos, hogy nem törtek meg. Ahogy kijöttem, és az a rengeteg ölelés, ami akkor és azóta is volt, az azt mutatta, hogy ezt bizony csinálni kell tovább, és csináljuk is. Ma itt összeültünk, és átgondoltuk, hogy itt a Cinege úton fönntartsuk-e a tábort. Egyöntetű volt, mindenki, aki eddig itt volt, azt szeretné, hogy tartsuk fenn a tábort. Minimum november 1-jéig, de mivel jövő héten kapunk 2 zárt sátrat, ami akár fűthető is, mi van akkor, ha tovább maradunk, ha a végrehajtások nem állnak le. Ez a tervünk, ehhez tartjuk magunkat, viszont egy valami kellene, hogy végre ne csak a lelkek álljanak itt az utcába, hanem valós emberek. Kellene az, hogy akik itt vannak fönt, most már több mint 2 hete, azok tudjanak pihenni egy kicsit oda mehessenek a családjukhoz, megölelhessék. Én azt kérem, hogy felejtsük el a kifogásokat. A végrehajtó nem fogja megkérdezni, hogy van-e lábad, nem fogja megkérdezni, hogy tudsz-e utazni, nem fogja megkérdezni, hogy jobbról vagy, vagy balról vagy, és hogy munkahelyedre kell-e menned, úgy ki fog dobni, mint a szart. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ez ne történjen meg, és a végrehajtás leálljon, ahhoz bizony most már mindenkinek be kellene vállalni azt, hogy feljön ide, jól felöltözik, felvesz egy hálózsákot, és akár a autóba, akár a szabadba néhány éjszakát itt tölt, hogy lássák, hogy komolyan gondoljuk. És nem csak mi 20-an lázadozunk itt bármi ellen, hanem valóban kemény összefogás van az országban. Tehát az a kérésem, hogy kapjuk össze magunkat, és jöjjünk ide ki, legyen ez egy próba, és ha ez a próba jól sikerül, akkor hétfőhöz egy hétre 30-án elindítjuk a következő akciónkat. Úgy indítjuk el, hogy ezt is megtartjuk. Az az akció a devizahiteles vándortábor lesz. Hétfőn reggel fogunk kezdeni, nem fogjátok kitalálni hol, az Oktogonon. Az OTP-vel szemben, tegnap kijelöltem egy fadarabbal a sátorhelyét, ahol egy ugyanilyen sátorral, mint itt vagyunk, ki fogunk települni, 2 nappalra és 2 éjszakára. Mindegy, hogy hányan. Néhányan, hogyha sokan leszünk, oda fogunk ülni a bejárattal szemben, és folyamatosan nézni fogjuk az OTP bejáratát. Amikor pedig nem ezt csináljuk, akkor elővesszük a plakátjainkat, és teleragaszgatjuk az ablakot, átmegyünk a KNTH-hoz és a Rafihoz is, akkor ők is föl tudjanak jelenteni valamiért. Oda átmegyünk, és őket is teleplakátoljuk. Megvárjuk, amíg leszedik, elővesszük az új plakátokat, és újból teleplakátoljuk, és ez így fog menni 2 napon és 2 éjszakán keresztül, és ilyen hungarocelt csákányokat fogunk jelképként az ablakba tenni, úgyhogy megkérek mindenkit, hogy valami hasonlót kezdjenek el gyártani, mert nagyon sokra lesz szükség, de felszólítom a biztonsági őröket is, akik a plakátokat leszedik, hogy ehhez hozzá nem merjenek nyúlni. Ez a mi jelképünk, eszükben jusson elvinni. Ezért harapni fogunk. Na most mi lesz 2 nap után? 2 nap után összetucolunk, ez szerda reggel lesz, ha jól számolom, sátrat bontunk, és egy új tábort fogunk felállítani, Budapest, Laura utca, ha jól emlékszem, 26 szám előtt. Csányi úr, jövünk! Ha-ha-ha! Jól fogjuk magunkat érezni, még majd meglátjuk, hogy ott tudunk-e plakátolni. Uzsorás, erre számítson leginkább, hiszen ezt nem én mondtam. Hát a kormányunk, Csányi úr. Hát mi csak kitesszük, amit a kormány mondott, mi leszünk a nép szava, Magyarország szava. Ne számítson arra, hogy csöndben leszünk, mert hangosak leszünk. És ott fogunk dekkolni 2 napig. Péntek reggel, ciao, Csányi. Hazamegyünk, pihenünk egy jót, és ha marad lelkesedés, akkor hétfőn reggel, mit gondoltok, hol? Az Oktogonon. Csak a másik oldalon a Rafi és a KNTH előtt újból sátrat verünk. 2 napig ugyanazt csináljuk. És mi csinálunk szerdán? Megkeressük a Rafi és a KNTH vezérét, és oda fogunk felcuccolni. Kinek van hozzá kedve? Megcsinálom hétvégén az esemény oldalt. Várom a jelentkezőket, csákánygyártókat,
zászlógyártókat. A zászlón kalózzászlónk lesz, amit minden nyitáskor föl fogunk húzni hatalmas kürtszóval, zenével, és a kalózzászlón csákányok legyenek. Várom a pályázatokat erre, várom a zászlókészítőket, illetve azokat, akik sötétkék nyakkendőket tudnak gyártani jó nagy mennyiségben, és egy gesztenyén fogjuk átfűzni. Ezt fogjuk használni a vándortábor alatt. A pécsiek már jelezték, hogy csatlakoznának. Várjuk a debrecenieket, az zalaegerszegieket, a gyulaiakat, és minden más városból azokat, akik hajlandók ugyanebben az időben sátrat verni a nagy kifosztó mocskok előtt. Hajrá, puszi mindenkinek! Póka a terrorista! Szábúz! Jössz! Hát ez jobb pofa lesz, hallod, eddig fog kilógni a sátor. Tökéletes. Baszki. Nagyon jó. Oké, tökéletes. Nem csak itt lesz a sátornak a széle, azt akartam megnézni, hogy könnyedén elfér egy autó. Akkor a devizás vándortáborunknak a második helyszínre itt lesz a Laura utca 26 előtt, Csányi Sándor házánál, amit a kormány is a legnagyobb uzsorásnak titulált. Mi pedig úgy gondoljuk, hogy ezt akkor mindenképpen azzal fogjuk megünnepelni, hogy miután az OTP bank előtt csövezünk kettő napig pedig Csányi Sándor házánál, ezen a helyen lesz a sátor, szemben a személybejáróval, és nyilván minden nap, amikor jön és megy, akkor hangosan uzsorás felkiáltással fogunk kiabálni és köszönteni őt. Ide a Csányi házához várjuk majd az összes olyat, akit az OTP kilakoltatott, erre a két napra költözzön fel. Elég széles, hosszú ez az utca, mindenki hozhat kis sátrakat, és az autókban is el lehet aludni. És legfeljebb, hogyha WC-re kell menni, akkor ez a köves kerítés fog tökéletesen alkalmas lesz rá. Számú zanyi, agyók, hónok!